olvassunk és főzzünk. Önök az Oltalom Rádió műsorát hallgatják. Műsorvezető szerkesztő Tóth Zoltán. Jó napot kívánok! Köszöntöm az Oltalom Rádió hallgatóit, és azokat, akik a YouTube-on követik beszélgetésünket, dr. Csillag Istvánnal, aki volt miniszter, és jelenleg is aktív közéletet él. Mivel tegeződünk, ezt a hallgatók nyilván megbocsátják nekünk, hogy ezt a műsorban is ezt a szokásunkat követjük. Kedves István, a mai beszélgetésünk első részében arra volnék kíváncsi, hogy a 2022-es első év első 6 hónapjában milyen gazdasági folyamatok zajlottak Magyarországon. Tehát milyen volt a 2022-re vonatkozó költségvetés, ennek egyes jelentős tételei hogyan alakultak, és hogyan alakult a gazdasági helyzet, ezen belül a lakosság élete. Akkor tisztelettel várjuk ezekre a kérdésekre, vagy kérdéscsomagra a válaszaidat. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, Zoli, neked a kérdést. Nagyon röviden annyit kellene elmondanunk, hogy mi egy olyan országban élünk, amelyik egy pici, nyitott, tehát a bennünket körülvevő világ különböző tendenciáinak alávetett gazdaság és ország. Szerencsések voltunk még a tavalyi év körülbelül közepéig, mert mindenütt a COVID utáni időszakot ugye a kormányok azzal próbálták átvészelni, hogy jövedelmeket folyósítottak és alacsony kamat szintet állapítottak meg, hogy a COVID alatt megdermett gazdaságokat fölélesszék. Ez Magyarországra annyiban hatott, hogy egyrészt olcsóbban, könnyebben tudtunk pénzhez jutni, kettő, a magyar kormányt felmentették idézőjel tornából, nem kellett betartania az alacsony költségvetési hiány tartására vonatkozó kötelezettséget, hiszen abból indultak ki, hogy Magyarországon is a kormány a szegényeket, a jövedelemhiányban szenvedőket, azokat a vállalkozókat fogja segíteni, akik nem jutnak bevételhez. Na most természetesen először is lévén, hogy ez egy olyan rendszer, amiben mi élünk, amelyet ugye úgy többé-kevésbé brutálisan egyszerűen úgy kéne mondanunk, hogy ez egy nacionalista, jobboldali rendszer, amelyik a saját híveinek a boldogulását, de elsősorban a saját legfelső rétegeinek a boldogulását segíti. Ezért ahelyett, hogy az elesetteken, a jövedelemhiányosokon segített volna a COVID utáni időszakban, ezek a pénzek, amelyek a magyar kormánytól is kiáramlottak, alapvetően az oligarchákhoz mentek, tehát, hogy vegyenek szállodákat, hogy feltőkésítsék a vállalataikat, és ugyanakkor ezek a pénzkiáramlások azt is jelentették, hogy megugrott a magyar költségvetés hiánya, de nem azért, mert támogatást adtak a szegényeknek, hanem azért, mert támogatást adtak a gazdagoknak. Kettő, ehhez párosult ugye a Nemzeti Banknak az a kamatpolitikája, ami nagyon alacsonyan tartotta a kamatokat, megint azért, hogy az egyébként eladósodott cégei Orbánnak és barátainak olcsón jussanak hitelekhez. Minden alá volt vetve lényegében annak, hogy Orbánt újra válasszák, és ebben a minőségben, vagy ebben a mederben zajlott tovább
a világban már ekkor megemelkedő energiahordozó áraknak a határokon történő árak emelkedésének a határokon történő megállítása, tehát a költségvetés egyre többet vállalt át az egyébként nyitott és energia szegény ország energia ár problémáiból. Csak ezt egy rövid közbevetés, hogy az energiaárak emelkedésének a begyűrűzését már a Kádár rendszer utolsó évtizedében is megpróbálták megállítani, akkor sikertelenül. Most sikeres ez a megállítási törekvés? Nyilván ez ideig, óráig, tehát hogy mikor kezdjük el érezni, és ki fogja érezni. Tehát aki fogyasztja az energiát, és a magas árak arra kényszerítenék, hogy elkezdjen takarékoskodni, hogy kicserélje a nyílászárót, hogy szigetelje, vagy jobb hatékonyságú kazánra cserélje a régit, annak számára ez a támogatás, ez a megállítás, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy tovább fogyassza, de a többieknek, az adófizetőknek a zsebére számítva ezt a drága energiát. Tehát ez sikeres abban az értelemben, hogy folytatódhatott pazarlás, de sikertelen, hogy előbb vagy utóbb elfogy a mások, tehát az adófizetők pénze. Na most ezt tetézte az egész választási hadjárat, amelynek keretében Orbán ugye mindenkihez helikopterről szórta a pénzt. Ugye a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíj prémiumot, akkor ugye az infláció emelkedésének ellensúlyozására ugye a nyugdíj emelést is előrehozta a fiataloknak, ugye 25 év alatt nem kell adót fizetniük, a fiatal családosok, gyerekesek a tavalyi adójukat egyszer csak visszakapták, nyilván nagy örömmel, a csókosok és a csokosok ugye újfent pénzeket kaptak, mert a csok összegét megemelték, tehát ha most ez mind a fegyverpénz, ugye a fegyveres testületek számára valamelyes korábbi elszenvedett bér emelés elmaradását kompenzálták, összességében az ország a teljes évi nemzeti termékének a 4%-át kapta ajándékként. Nem lehet csodálni emiatt, hogy a választások közelettével az a hiány, amiről azt tartották, hogy kb. 4%-nak kellene csak maradnia, tehát a teljes éves bruttó termék 4%-ák, az a 8-10%-ára ugrott föl. Ugyanígy, hát mint hogy a termelés az országon belül különböző okok miatt nem igazán tudott a COVID lefagyása után ugyanúgy folytatódni, mert mit is jelent a termelés egy modern országban? A műkörmösök, a barnítók, a orrszőrkivágók, tehát a szolgáltatási ipar, tehát nem arról van szó, hogy a bányászok és a kohászok majd újra neki gyűrkőznek, mert egy modern országban a megtermelt bruttó hazai termék 75-80%-a az a személyes szolgáltatások és a különböző szolgáltatás fajtáknak a termeléséből áll, de ez nem tudott még mindig fölpörögni eléggé, ugyanakkor a jövedelem, ami megjelent a nyugdíjasoknál, a fiataloknál, a fegyvereseknél, és sorolhatnám. A kedvezményezetteknél. Az kiment. Következésképpen ugye importálták a szükséges javakat, tehát az a furcsa helyzet állt újra elő, mint ami miatt annak idején Mokros Lajosnak meg kellett próbálni a katasztrófát megállítani, ikerdeficit lett, tehát a deficites lett a magyar költségvetés is a kiszort pénzek miatt, és minthogy behozták a jövedelmekből az árukat és a szolgáltatásokat a kedvezményezettek, ezért a külkereskedelmi mérlegünk is deficites lesz, és ez azért azt is jelzi, hogy előbb vagy utóbb fejreáll az ország. Tehát tulajdonképpen
ez a 6 hónap, ami mondjuk az első 6 hónapot, vagy 4-5 hónapot jellemezte az országban, előre vetítette, hogy ez a gazdaságpolitika nem folytatható. Nem folytatható, mert a világban megdrágultak az energiaárak, nyilván mert a világ egész elkezdett újra termelni a COVID után, hirtelen megnőtt a kereslet, és kiderült, hogy 2 évig nem fejlesztették például a gázmezőket, nem fejlesztették a vezetékeket, ezek óriási pénzt igényeltek, tehát egyfelől ugye az energiaárak egyik pillanatról szinte a másikra néhány hónap alatt a 4-szeresére nőttek a világban. Hát nyilván ezt mi sem tudjuk elkerülni, és az oroszok, akiktől például mi a gázt vásároljuk, hát ezt teljes egészében érvényesítették velünk szemben is. Tehát nyilván ennek előbb vagy utóbb meg kellett volna jelennie. Ugyanez, itt megállították pontosan megint a választási propaganda jegyében a szénhidrogének közül a benzin árának, illetőleg ugye a tankolók, tőleg dízelolaj árnövekedést. Mi a következmény? Mindenki itt akar tankolni. Tehát a röhely az, hogy ebben az évben, amikor mindenütt a világban ezeknek az ára az égbe szökött, nálunk megtankolt mennyiség a tavalyi évhez képest 38%-kal lett magasabb. Tehát magyarán a kormány az adófizetők pénzéből megtámogatott mindenkit, aki itt tankolt. Ahelyett, hogy arra kényszerített volna bennünket is, meg másokat is, hogy kezdjünk el takarékoskodni ezekkel, ez nem következett be. Végül, amikor szembe kell nézni azzal, hogy ez az egész rendszer nem fenntartható, akkor hirtelen egyik pillanatra a másikra egy háborús propagandával leöntve rázúdította a lakosságra, miközben Putyin fenekéből nézett ki Orbán Viktor hónapokig, és akkor egyszer csak békegalamként megjelent, és azt mondta, jaj, itt háború van a szomszédban, amiatt pedig, hogy háború van, nekünk is el kell kezdeni egészen más módon gazdálkodni. Na most ez az altatás, tulajdonképpen azt mondanám, a drogok folyamatos beadása a lakosságnak, hogy nem kell félni, semmilyen baj nem lesz, mi megvédünk benneteket az áremelkedéstől, megvédünk benneteket a jövedelemhiánytól, persze kivéve a szegényeket, megvédünk benneteket, hogy a gáz és egyéb árak majd növekednek, egyik pillanatra a másikra összeomlott, és akkor teljesen átgondolatlanul, értelmetlenül, előkészítetlenül fogtak bele ugye azokba az intézkedésekbe, amelyek egyfelől azonnal ugye a lakosság egy része számára jövedelem csökkenést fognak okozni, ez pedig ugye az kisvállalkozóknál érvényesített, nagyon kedvezményes adórendszer jövőbeli megvonása és fölfüggesztése. Másfelől annak a megjövendőlése, hogy igen ám, sajnos Magyarországon sem tartható fönt ez a rezsicsökkentett alacsony árrendszer, tehát mindenkinek arra kell készülni, hogy éppen a fűtési szezon, éppen a sötét időszak, amikor ugye világítani kell, és nem elég a nap fénye, időszakában megnövekszenek a költségek. Tehát, hogyha megkíséreljük a 2022 első fél évét összefoglalni, akkor, ahogy egy pénzügyi szakkifejezésként azt mondtad, hogy helikopterről szórják a pénzt a nép közé, ugye ezek voltak a kampánynak a fő pénzügyi intézkedései, amit az amerikai szakirodalomban úgy neveznek, hogy $1 egy szavazat. Ezek szerint ez nagyon hatékony volt, mert az emberek elhitték, hogy ez így is kell támogatni. Igen, ez így is van. És ugye nyilván el se gondolha, és ugye természetesen, ha még az ellenzék képes lett volna is valamilyen nagyon világos és egységesen hirdetett programmal előállni, akár ígéretek, akár pedig a józan gazdaságpolitika folytatásával, az ebben a pénzesőben még véletlenül se jutott volna a fórumhoz, nem lett volna meggyőző, mert ki a fene szeretne lemondani a mai pulykacombról egy holnapi veréb, mondjuk úgy kaparó jegyében, hogy az majd ott észszerű és gazdaság. Igen. Tehát akkor a második nagy probléma a költségvetési hiány felszökése, illetőleg az import
áruknak a óriási behozatala, ahogy ezt szakmailag nevezted, ugye az ikerdeficit, és ezt követően a választási eredmények birtokában óriási legitimitással indulhatott el a küzdelembe, de tolta maga előtt a problémákat az Orbán kormány. Igen, hát lényegében ezt látjuk most, hogy miután ugye nem fog korábban sohasem folytatott észszerű, és most úgy mondaná, nem csak észszerű, hanem tisztességes gazdaságpolitikát, hiszen egy tisztességes kormánynak az a feladata, hogy az emberek jólétét szolgálja, és ebben a legfontosabb, hogy aki magáról nem tud gondoskodni, arról a kormány szervezett módon próbáljon meg különböző pénzügyi csatornákon gondoskodni és segíteni, aki pedig magáról gondoskodni tud, arról meg vegye le azokat az elsősorban értelmetlen adminisztratív terheket, amelyek korlátoznák az erőfeszítéseiben. Tehát az, hogy a jólétet és az emberek jólétét szolgálja, úgy is mondhatnám, hogy a nép javát szolgálja, ez ugye egyáltalában nem jellemezte az Orbán kormányt, valójában az Orbánék a nép javát, java helyett az emberek javait szerették volna minden szinten eltulajdonítani, igénybe venni, átvenni, vagy rendelkezni róla. Tehát lényegében az a rendszer, amit most ugye leplezetlenül neveznek ma már nevén, a tusványosi beszéd nyomán, aminek az a lényege, hogy elveszem, ami a tiéd, én használom fel a saját híveim javára, az már régóta itt volt, csak ugye egyszer csak attól, hogy egyik pillanatról a másikra zúdította rá ennek a rendszernek a következményeit az Orbán kormány a saját népére. Tehát, hogy vélhetően őszre elfogy az energia, vélhetően őszre elfogy a benzin és a dízel, vélhetően őszre egyre nehezebben fog tudni a kormány a saját céljaihoz finanszírozási pénzügyi forrást találni, mert ugye ezt az egész gazdaságpolitikát azok, akik eddig ezt támogatták, az Európai Unió adófizetői, nem támogatják, tehát nem jön be az a segély, amire számolt a kormány, ami legalább 4-5%-át teszi ki az éves megtermelt nemzeti terméknek. Tehát egy óriási mértékű segélyről. Budapesten, a Dankó utcában minden szerdán 9 és 11 óra között hámozzunk közösen krumplit és zöldséget a rászorultaknak.
megyünk Erdélybe. Látják a külföldi hitelezők, hogy ez a kormány nem folytat észszerű, tisztességes gazdaságpolitikát, akkor nyilván egyre drágábban mérik a hitelt, mert ki a fene adna kölcsön egy bérházban annak, aki a kölcsön adott pénzt, azt ugye elherdálja a kocsmába, vagy drogot vásárol ebből, annak érdekében, hogy elbukdítsa az emelet lakóit. Tehát itt voltak éppen, amit most látunk, az egy teljes ebben az értelemben leplezetlen, mondjuk úgy, hogy gazdaság és társadalom politika, egyfelől a megfélemlítés, tehát az elesettek és a védekezésre képtelenek, meg az esetleges önálló gazdaság, gazdasági tevékenység vitelére képesek megfélemlítése. Másfelől lényegében két naponta védelmi tanácsok felállításával, ugye gyertek hozzám, mert én foglak benneteket mindentől megvédeni. Harmadrészt az összeomlás forgatókönyvének a beígérése, és ehhez mért különböző intézkedés sorozatok, ahelyett, hogy egy világos és egyszerű mondással azt mondaná, hogy kérem szépen, sajnos a tojás ára nem mindegy, mindenkinek ugyanannyi, akkor is, hogyha valaki szemüveges, vagy akkor is, ha nem, de az, aki esetleg ebben rászoruló, annak a zsebét és nem az árat támogatjuk, mert az teljesen eltorzítja a fogyasztást, tehát hogyha a gáz árát támogatom, akkor teljesen eltorzítom, mert nem azt mondom, hogy takarékoskodj, meg észszerűen fűts, meg észszerűen használd föl ugye a különböző jövedelmeidet, és oszd be a szükségleteid között, hanem továbbra is azt a kényurat játsza, amelyik önkényesen dönt arról, hogy ki maradhat életben, ki nem, és ennek a legjobb példája például ez a katarendszer, aminek kárvallottjai lehetnének többek között, vagy lesznek a szociális gondozók, akiknek egy jelentős részét foglalkoztatják úgynevezett kata formájában, akiknek egyik pillanatról a másikra egyfelől elfogy a jövedelme, másfelől, amikor kijárnak idősekhez, és nyilván benzint vesznek igénybe, és ez a min utaznak, az nem a saját személyes tulajdonú gépkocsink, hanem a szociális gondozó hálózat, tehát egy intézménynek, egy vállalatnak, egy cégnek, aki nem tud olcsó áron vásárolni üzemanyagot, az egyik pillanatról a másikra az összeomlás felé tereli el, például a legsérülékenyebbek ellátására létrehozott rendszer. Igen, ezt nagyon jó magyarázatot kaptunk erre, azonban annyiban visszalépnék egyet, hogy lehet, hogy a kata eleve egy elhibázott adópolitika volt, mert olyan sok társadalmi csoportot hozott ebbe a kedvezményes adózási lehetőségbe, akik egyébként teljesen távol álltak egymástól, és a munkatevékenységük is távol állt egymástól. Mondok erre egy konkrét példát. Ugye a szellemi munkából élőknek gyakorlatilag a szellemi befektetésük kell, hogy megtérüljön, nincsenek úgynevezett anyagi költségei. Míg egy kiskereskedő, ugye, aki megveszi az árut és továbbadja az árut, annak elég jelentős forgóeszköz mennyiségre van szüksége, hogy fönn tudja tartani a vállalkozását. Tehát ez a két társadalmi csoportot helyes volt egy begyúrni és egyféle módon adóztatni? Kezdetől fogva a kata rendszerét alapvetően a parrakfélék javára találták fel. Tehát azoknak a munkáltatóknak, akik ugye úgy akarnak gazdagodni, hogy az általuk foglalkoztatott embereknek az egészségügyi, illetőleg a nyugdíj
járulékához ne kelljen hozzájárulniuk, és így beterelték őket ahelyett, hogy munkaviszonyban lennének, beterelték őket egy állvállalkozói státusba, mert ebben az esetben ők maguk gondoskodnak a bevételüknek a nagyon enyhe és nagyon alacsony százaléka terhére, a jövőbeli egészségügyi ellátásukról és nyugdíjukról, hiszen a kata az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy összevont elvonás, aminek egy része valóban az állami szolgáltatások ellenértéke, tehát az adó, de a másik része az én önmagam elesettsége, akár betegség, akár időskor miatti elesettségére való takarékoskodás összege. Tehát az egész rendszer e tekintetben egy álrendszer volt, egy tök mindegy, hogy milyen költségek és milyen feltételek között. Ráadásul ennek az álrendszernek a bevezetésekor még volt valamelyes arányosság a bevétel szintje és a bevételből teljesítendő állami elvonás szintje között. Ez mondjuk 10%-os mértékűnek talán mondható. 6 millió forint lehetett az éves bevétel, 50 ezer forint volt a befizetés havonta, tehát 600 ezer, de amikor ezt elkezdték tovább feszíteni, tehát a bevételi szintet, amibe belefért hetet szinte mindenki, aki hajlandó volt azt a jövőbeli esetleges következményt elfogadni, hogy neki filléres nyugdíja lesz, vagy még annál is kevesebb. Hogy, mert ugye ki a fene gondol arra, amikor, mit tudom én, pizzafutár, vagy színésznő, méghozzá szép idomokkal, hogy mi lesz majd vele, amikor már ezek az idomok és a PISA futársághoz használt bicikli elhervad. Ezt ugye senki nem gondolja, hogy mi lesz majd 30-50 év múlva, ami azt jelenti, hogy a minimál nyugdíj felét sem fogja megkapni. Akkor túlfeszítették ezt a mértéket, már 18 millióig is lehetett idézőjel vállalkozni, ami pedig hát ez mindenkit arra a tévútra vitt, hogy hát igen, 3-4 százalék lehet a befizetés, és azért majd kapok egészségügyi ellátást is, nyugdíjat is, söpri kap az utcát, sőt, ugye rendelkezésre állnak a bíróságok, és még az közigazgatás is. Tehát összességében az egész egy megtévesztés, tehát megint a drogozás. Rászoktatták a drogra a színészt, a rendezőt, az újságírót, a szerkesztőt, de épp úgy a pizzafutárt, a barnítót, a szociális munkást, és nyilván, amikor kiderült, hogy hát nem volt gazdaságos, hát hogy a fenébe lett volna gazdaságos, hiszen egy jelentős tömegnek, tehát a munkavállalók körülbelül hetenének egyszerűen a befizetései az elenyészőek voltak, tehát voltak éppen a köz teherviselést, hogy lehetőleg mindenki arányosan járuljon hozzá a különböző közköltségekhez, az itt teljesen eltorzult, mert nyilvánvalóvá vált, hogy valakik, akik persze majd szembe fognak nézni, mint a tücsök és a hangya meséjében azzal, hogy ha tél lesz, akkor a tücsök nem tud hegedülni, de ennek ellenére átcsoportosítottak, lényegében közvetve azoktól, akik munkavállalók, a befizetéseiktől vagy befizetéseikből jövedelmet azok javára, akiknek ezt nem kellett tenniük, és amikor egyik pillanatra a másikra hirtelen nyáron esett le a hó, hiszen ez következett be a legnagyobb kánikulába jelentették be, hogy itt hirtelen megfagy ez a rendszer, akkor ezzel kellett szembenézniük, és nem azt mondták, hogy ez a kormány, aki ezt bevezet, és a kormány mögött álló érdekeltek, tehát parragok és társainak az érdekében történt ez így, hanem azt mondták, hogy kihasználták, eltorzították a szerencsétlen vállalkozók a rendszert. Nem azt kell hibáztatni, aki ezt mindenféle adórendszert egyébként érthető módon igénybe veszi, hanem azt a bürokratát, azt a politikust, aki ezt megengedi, vagy nem igazítja hozzá azt a rendszert. És ők maguk a törvényhozók. Ők maguk a törvényhozók, tehát övék a felelősség.
Pontosan, hát gyanítom, hogy azért a törvényhozók családi körét, hogyha egyszer megnéznénk, akkor nem lenne kevés katás közöttük, tehát könnyű katát táncba vinni, még hogyha államelnöknek hívják is. Oké, akkor térjünk át, amit a média sokáig nem tudott hogyan nevén nevezni, ez a rezsicsökkentés csökkentése című borzadvánnyal illették. Ez magyarán, ez egy energia áremelés, ami szintén sokszerűen érte az embereket. Nézzék a hallgatók. Ugye magától értetődik, mert ismerjük a viccből, hogy kón mennyi nálad a tojás? 2. Van? Nincs. Nálad? Nálam meg 10. Tehát ugye, amikor az energiára gondolunk, akkor mindig ugyanerre kell gondolni. Az energia mindenkinek ugyanannyiba kerül. Az a kérdés, hogy ezt azonnal megfizetjük-e? Ennek a továbbításának, az elosztásának, a tárolásának, az energia feltárásának az árát, vagy valamilyen torzított rendszer keretében ezt átruházzuk a költségek egy részét. Mondjuk például azokra a cégekre, akik ezt elosztják, aminek nyilván az lesz a következménye, hogy egymás után fognak többek között a gázórák tönkre menni, a csövek tönkre menni, belobbannak, mert ugye elmulasztják a karbantartást, vagy nem tárnak föl új gázmezőket, vagy amikor a cég állami tulajdonban van, vagy lényegében az állam saját manufaktúrája, mint amilyen mondjuk az MVM, akkor az MVM-nél csapódnak le azok a különböző költségek, hogy drágán vesz és olcsón ad. Na most ez nyilván nem lesz hosszú ideig fenntartható, mert egy idő után kiderül, hogy ingünket, gatyánkat ráfizetjük a rezsicsökkentésre, ami megint egy hazugság volt már kezdettől fogva, hiszen volt egy olyan időszak ezelőtt mondjuk egy 8 évvel a világban, amikor felfedeztek új lelőhelyeket, palagázt és így tovább, amiben most nem merülnék el, ugyanakkor visszaesett az energiafelhasználás, takarékosabb berendezések, és a fenntarthatóság érdekében, ugye a napelemek és szélerőművek elterjedése miatt, és egyik pillanatra a másikra azok, akik gázt tártak föl, bányáztak, kénytelenek voltak olcsón értékesíteni ezt. Tehát a piac, a kereslet kínálat magától értetődővé tette, ha nem tudok eladni sok gázt, akkor annak az ára alacsony lesz. Erre ült rá Orbán Viktor, mert azt mondta, hogy nem a piaci kereslet kínálat változtatta olcsóvá, relatívé, megfizethetővé a gáz, illetőleg az elektromos energia árát, hanem Orbán Viktor, a nagyhatalmú sündisznócska. És tulajdonképpen ez az, amit így a választási programja keretében ugye elsöprő sikerrel alkalmazni tudott, az ellenzék akkor megsemmisült, irigyelte, hogy nekik ilyen hazugság nem jutott az eszükbe, ahelyett, hogy elkezdtek volna arról beszélni, hogy természetesen, amikor még lejjebb megy, mert volt még 2 év, amikor a hatóságilag megszabott rezsihez képest még alacsonyabbak voltak a piaci árak, tehát körbenéztünk, minden országban alacsonyabb volt az áram és a gáz ára, de ez nem érvényesült az árakban. Most viszont, amikor hirtelen újraindult mindenütt a COVID után a gazdaság, energiahiány volt, nem gondoskodtak az energiacégek, a karbantartásról, mert olcsó volt, nem fért bele ez a költség. Nem gondoskodtak a bányász cégek a újabb lelőhelyek feltárásáról, mert olcsó volt, minek kutassunk drágán, akkor hirtelen az egekbe szökkent az energia ára, és mielőtt még háború lett volna, meg bármi lett volna a világban, az energia árak azok elkezdtek szörnyű módon emelkedni. Ha akkor szembenézhetett volna a magyar lakosság, miközben, ha olvasott az újságba, vagy az interneten tudta,
hogy tőlünk 50 kilométerre Burgenlandban már mi történik Franciaországban, Spanyolországban, és így tovább. Tehát, hogy az árak 3-4-szeresére nőttek, a fogyasztói árak 70-80%-kal ugrottak meg, mert nem egyszer engedték, hanem fokozatosan a piaci árakat érvényesülni, de a piaci árak ott már korábban is valamelyest magasabbak voltak, mint a magyar rezsicsökkentett árak. Tehát itt voltak éppen annyi történt, hogy isszuk a kakaót, és döntjük a poharat, csak már nincs benne semmi. És akkor egyik pillanatra a másikra azt mondják, hogy ja, ha azt szeretnéd, hogy legyen benne, akkor fizesd meg az árát. Tehát tulajdonképpen megint a legcinikusabb gondolkodásmód és a katasztrófa előrevetítése, ami minden fasiszta rendszernek a lényege, hogy nyomorult, szűkölővé teszi az elesetteket, félőssé és késcsókra jelentkezővé a saját magukról gondoskodókat, és dőfösökké azokat, akik ezt a politikai rendszert fenntartják, és ennek a haszonélvezői. Lényegében ez az, amit most látunk, és még inkább ez lesz majd, amikor októberben még inkább zavarossá válik a helyzet, hiszen nyilvánvalóan három dolog addigra még nehezebbé teszi az ügyeket. Az első, hogy elindul a fűtési szezon, és nincsenek még mindig rendesen föltöltve a gáztározók. Tehát az eddigi átlaghoz képest, amikor ilyen 50-55%-ára töltik föl ezeket az óriási tározókat, illetőleg a föld alatt a korábban kibányászott gáz helyére visszanyomják a gázt, nálunk ilyen 30% körül van a feltöltöttség mértéke. Olyankor, amikor baromi drágán lehet ma már mindenütt a világon, akár még csak ezt a télre való felkészülés jegyében is vásárolni gázt, elhasználták a korábbi biztonsági tartalékot is tavaly. Tehát egyszerre kell gondoskodni a normál mértékű tározó feltöltésről és a korábban elhasznált biztonsági tartalék pótlásáról. Nyilván ennek az a következménye, hát hogyha egyszerre jelenünk meg, te és én, hogy almát akarunk venni, akkor azt a téves következtetést vonja le az alma árus, hogy kétszeresére ugrott az alma iránti kereslet. Hát mikor adja kell drágábban, ha nem most, amikor Tóth és Csillag egyszerre akar vásárolni. Na most ugye a második probléma az nyilván az, hogy az oroszok ezt a gázfegyvert, pontosan a gázcsapok fegyverét használják fel Európa szétbomlasztására, az unió szétbomlasztására, amiben sajnos Orbán Viktor, mint fegyverhordozó, mint utolsó csatlós szerepet játszik, tehát ez a mi kiszolgáltatottságunkat még tovább növeli, hiszen ha megtagadjuk azt a egyébként már korábban Európában elfogadott szolidaritást, hogy az egyik ország a másiknak segítséget nyújt havária, tehát zűrös helyzet idején, akkor ugye megnézhetjük magunkat, hogy hogy is lesz ez itt. Tehát ez megint egy egészen fura, zűrös ügyet teremt. És a harmadik, amikor egyszerre lép be minden változás a háztartásokhoz, és akkor kell majd számolni, mert hiszen a téli-őszi energiaszámlák mindig legalább 5-6-szor magasabbak, mint a nyári hónapok energiaszámlái. Ezt megtapasztalva a magyar lakosság nyilván meglehetősen zordan fogadja az amúgyi zordtelet, tehát akkor fogunk szembenézni azzal, miért is kell olyan gyorsan a hadsereget fejleszteni, miért kell olyan gyorsan emelni a fegyveres testületekben dolgozóknak a fizetését, hiszen ezt a belső mozgalmat valakinek karban kell tartani, le kell verni. És ez azért egy nagyon zűrös ügy lehet. Először nézünk szembe azzal, hogy az Orbán rezsim leplezetlenül egy elnyomó, kényúr és a jólétünket megnyomorító rendszer. Kedves Csillag István, köszönjük ezeket a nagyon fontos információkat, a társadalmi, gazdasági, politikai összefüggések megmutatását. És bár nem sikeredett nagyon vidámra,
a műsorunknak a vége, azonban bízunk abban, hogy az év végén, amikor újra tisztelettel várjuk a Oltalom Rádióba, akkor már jobb hírekről tudunk beszélni, legalábbis valamilyen pozitív kibontakozás lehetőségével. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ezen a héten is minket választottak. Hallgassanak minket minden szerdán 10 órakor az Oltalom Rádióba. Viszontlátásra! Olvassunk és főzzünk. Műsorvezető, szerkesztő Tóth Zoltán. Budapesten, a Dankó utcában minden szerdán 9 és 11 óra között hámozzunk közösen krumplit és zöldséget a rászorultaknak. Olvassunk és főzzünk!